Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora július 17-én hétfőn. Július 1-től átalakult a hulladékgazdálkodás rendszere, a MOL belépett a szolgáltatásba. Mi lesz ennek a következménye? Erről is szó esik a mai műsorban, nézzük a kínálatot. Betakarítás. Eddig jó termésre számítanak a vármegyei gazdák. Fejlődő Mária Pócs. Elkészül a bölcsőde, utakat építenek. Változó hulladékgazdálkodás. Júliustól a MOL Mohu szolgáltat. Június végén elindult az aradás a vármegyében, a gazdák szerint jó termés várható most gabonákból. Most visszaadja a természet azt, amit tavaly az asszállyal elvett. Vendégem Agusztinyi András, a Nébik gyulatanyai fajtaállomásának vezetője. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, üdvözlöm a televízió nézőit. A tavalyi évben nagyon rossz volt mezőgazdasági szempontból a termés, mert hogy a nagy asszály miatt szinte semmiből nem termett annyi, amennyit vártunk volna. Most úgy tűnik, hogy azért bár nagyon nagy meleg van, pihegünk mi is itt a légkondicionált stúdióban, kint meg főleg meleg van. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy azért nem lesz rossz termés például a gabonából. Hogy látja? Hát igen, ez az idei év a tavaly évnek a teljes mértékben az ellentétje. Tudnék, tavaly tényleg ez az iszonyatos asszály, ami úgy a kalászos napraforgó kukoricát, tehát az egész minden növényt nagyon-nagyon sújtott. Most hála Istennek, hogy egész télen tavasztól volt csapadék, tehát a kalászos az rendkívül jó körülmények között telelt is át, illetve tavasztól ez a sok csapadék. Az biztos igaz, hogy az előrejelzések szerint többre számítottak a szakemberek, és sajnos egy kicsivel lejjebb ment, ennek nem is annyira az esőnek tulajdonított be, hanem az, hogy ugye, hogy a gazdák, illetve ezek a rengeteg inputanyagnak az óriási emelkedésére egy kicsit visszafogták a gazdák, úgy a műtrágyából, mint a gombölőszerből, és sajnos most a termésben meglátszik. Aki oda rakta rendesen a műtrágyát, illetve a gombölő rovarőrös kezelésre nem feledkezett meg, az biztos, hogy jó termésre számíthat. Csak most nyilvánvalóan ez drágább lesz majd. Látható már bármi az árakból, vagy még ez korai lenne kérdezni? Hát sajnos az árak azok elég mély ponton vannak még a mai napig. Ugye ez nyilván nem csak itt Magyarországon érződik, hanem a környező országokban. Ugye az Ukrajnába bejövő gabonafélék úgy eléggé lenyomták az árakat, ami még most is jelentős mértékben befolyásolja a kialakult árakat, amit hát reméljük, hogy az elkövetkező időben valamelyest fog alakulni, de megmondom őszintén szerint nem olyan túl sok reményt látok, de remélem, hogy tévedni fogok. Tehát igazából ami hiány van, az a magtár, ahol be lehetne tárolni, mert hogyha valaki esetleg most nem akarna eladni ilyen nyomott áron a jó, saját jó termését, akkor esetleg valamikor később ősz folyamán télen, ha lenne hova tárolni, akkor gondolom ki várna vele. Igen, igen, ez a tároló kapacitás, ez most meg fogja határozni az elkövetkező hónapokat, már arról nem is beszélve, hogy ugye a mostani időjárás az a kukoricának kedvez, de bár szerintem most ez a két hét meleg, hogyha most kapunk jelentősebb csapadékot, akkor nem lesz hiány a termésbe, tehát bőven lesz kukoricatermés is. Most ez a két hét, mert most ugye nővirágzás van, utána szemképzés, hogyha jön, akkor tényleg nagyon jó termés várható kukoricából is, illetve napraforgóból is, de még azért erről korai beszélni, mert még azért hónapok még hátra vannak. Betegség esetleg mennyire támadták meg ezeket a szántóföldi növényeket? Hát a napraforgónál kellett ugye gombölőszeres kezeléssel védekezni, a kukoricánál most ugye rovarkártevők ellen védekezünk, de amúgy nincsen olyan jelentősebb kártétel. Itt most még egyedül ebbe a nagy melegbe, nehogy valami jégeső jön, mert ugye Dunántúl, illetve Magyarország elég sok területen látjuk, halljuk, hogy milyen, az még jelentős mennyiségű, vagy jelentős károkat okozhat a növénykultúrákba. Ugye, ami nagyon fontos termény, és az ön nevéhez, vagy az ön munkásságához nagyon jól kötődik, ez a burgonya. A burgonya hogy áll? Februárban olvastam olyan cikkeket, nagyon sokan temették, igaz budapesti újságírók, a burgonya termés. Ebből mennyi valósult meg, hogy látja, jók leszünk-e burgonyából idén? Hát, amit az előbb említettem, hogy a tavalyi évben egy könyvtárban nem lehet az időjárást említeni, tehát tavaly a burgonyára is rányomta a bélyegét, az iszonyatos légköri asszály, illetve az UV-sugárzás. Most ebben az évben pont akkor, mindig akkor kellő mennyiségű csapadék jött, tehát most ebben az évben még véleményem szerint, aki nem öntözött burgonyát, annak is jó termés várható. Hát nyilván ez, amit az előbb említettem, hogy megfelelő tápanyaggal, illetve jó mennyiségű vetőgumóval kell, hogy pár
Városhajón. Hát én 43 éve termesztem a burgonyát, úgyhogy én nekem nagyon-nagyon a szívem csücske. Hát volt ugye mélypont, volt magaspont is. Most szerény véleményem szerint ez az év talán, tehát termés szempontjából valószínű, hogy messze jobb lesz, mint a tavalyi év. Hogy árkérdésben milyen lesz, azt még nem tudom, de véleményem szerint a tavalyi árakat, amit mi termelők kaptunk, azt el kell felejteni, mert attól szerintem nyomottabbak lesznek. Ha már szóba került ez a 43 év, másképp kell most a burgonyával például foglalkozni, mint 43 évvel ezelőtt? Szóval változott a világ, változott az időjárás, a klíma? Hát teljesen más. A klíma az teljes mértékben változott, szóval tavaly is, meg most is ez az iszonyatos UV-sugárzás teszi tönkre úgy a burgonyát, mint a többi növényeket. Tavaly még az volt, hogy nagyon-nagyon nagy légköré a szája párosult, most ez nincsen, viszont most, hogy ha esik az eső, és kisüt a nap, akkor ugye a burgonyáról lévén szó, akkor a gombabetegségek gombamószerűen elkezdenek szaporodni, tehát most a megelőző preventív védekezésnek van nagy jelentősége. Ugye sokat panaszkodnak a gazdák a krumplibogára, amit ugye ide behoztak Amerikából. Ez most jelent gondot, vagy erre már megvan a megoldás? Hát vannak szerek, csak az a gond, hogy egyre többet vonnak ki az EU-ból. Most még ebben az évben nagyon jól meg tudtuk védeni. Még augusztusban várható egy újabb invázió, de szerintem most nagyon jól megvédtük, illetve hogyha valaki odafigyel, és a speciális szerekkel védekezik, akkor most már nem lehet gond a burgonyabogár ellen. Azért is kérdezem mindezt, mert a mezőgazdaságban van egy olyan szemlélet, hogy ahogy nagyapáink csinálták, úgy a jó, tehát úgy kell csinálni, hagyományos módszerekkel, és akkor tényleg szép lesz minden, vigyázunk mindenre. De van egy másik nézőpont is, amelyik azt mondja, hogy haladni kell a korral, a tudományos újdonságokkal. Ugye nyilván Gyulatanyán ott előjárói vannak, tehát ott van erre lehetőség, kapacitás is, és szaktudás is. Mennyire tudományos kérdés az manapság, hogy egy átlag termelő a vármegyében mekkora termés átlagokat tud kihozni a saját földjéből? Hát ez elsősorban most burgonyánál jelentős mintő, tehát anyagi kérdése tudnék, hogy ha nagyon jó vetőgumóra tud szert tenni, ami mellékesen nagyon drága, és tápanyaga fel tudja tölteni a talajt, esetleg még öntözni is tud, akkor lehet jó termése várni. Most sajnos a burgonyának az önköltségi ára hektáronként több mint 2 millió forint, tehát ezt nem mindenki teheti meg, illetve nem mindenki engedheti meg, de az biztoség az, hogy a régi öregeknél az volt egy óriási jelentőség, ugye, hogy ott állandóan szerves trágyáztak. Tehát disznó, marha, csík, turka, tehát teljesen mindegy, hogy mindjárt háztak, baromfiak, mindent volt. Az óriási, most is, aki szerves trágya után tesz a burgonyát, tavaly bebizonyosodott, hogy előző évben, aki szerves trágyázott, annak volt jó termése. Most is valószínű, hogy ez, bár kétségkívül, amit az előbb említettem, hogy most az idei csapadék jelentős mértékben meg fogja növelni a burgonya termés mennyiséget. Csak most ugye kinek van ekkora állatállománya, azok általában egy helyen koncentrálódnak, gondolom én. Igen, hát ugye én a régi öregek, amit említett, hogy a régi öregeknél most ezt kell folytatni, vagy nem, tehát ezt a módszert nagyon-nagyon jól lenne, hogy átvennénk, hogy ugye szerve, csak hát ez nyilván nagyon szűk a kör, meg nyilván most már ugye több 10 kilométerről arrébb szerves trágyát hozhatni, ugye az nem éri meg, ez csak ott olyan adott helyzetben, de ugye régen ugye a kiskertekben, amit csináltak, ilyen több száz négyszögön, meg minden, ott bőségesen el volt látva tápanyaggal. A másik, amit említett, az öntözés. Már a múlt évben is beszámoltunk arról, hogy jönnél, azért nem volt olyan nagyon rossz a termés, mert tudott, volt lehetőség öntözni, ahol meg nem, ott meg nagyon gyatra volt. Mennyire kulcskérdés ez, és hogyan van mondjuk a vármegye ilyen tekintetben ellátva, hogy látja most? Hát ez egyre kardinálisabb kérdés, tudnélék, Magyarország területén alig 2% a öntöző, szembe az EU átlag, ami 10-12%. Most ez párosul, ugye ez a légköri asszály, illetve ez a fantasztikus meleg hőmérséklet. Tehát annyit tudni kell, hogy például a burgonya 25 fokon felül már nem érzi jól magát. Na most a kukorica az még jól érzi magát, de hangsúlyozom, hogy víz és tápanyag, ami rendkívül minden növénykultúrában elengedhetetlen most már. Ja, vannak erre állami programok, hogy az öntözési rendszert kialakítsák. Jó úton halad ez, vagy ez is csak pénzkérdés, már állami pénzkérdése, hogy mikor épülhet ki adott területen az öntözési rendszer? Hát jó úton halad, vagy nem, mondjuk azt én nem tudom innen eldönteni, de az biztos igaz, hogy vannak rá lépések, erőfeszítések. Az, hogy fog sikerülni, azt még nem tudni, nem lehet így előre megmondani, de egy biztos igaz, hogy erre szoktam mondani, aki nem haladod, lemarad, tehát öntözés nélkül egyre jobban
kivéve mondja ez a tavasz év, vagy ez a mostani tavasz, mert ekkor tényleg nem volt gond probléma a csapadékkal, de most, amit az előbb mondtam, hogy még gyakorlatilag még ugye hátra van a kukorica virágzás, tehát most ez az elkövetkező két hét a kukoricán is eldönti, hogy igen vagy nem, de jelen pillanatban nagyon-nagyon kecsegtető. Ja, azok a könnyítések, amelyeket a kormányzat bevezetett az öntözésre kapcsolatban, segíthetnek? Pontosan milyen könnyítések lehetnek idén? Hát segíthetnek, mert ugye most azt hiszem a vízdíjat eltörölték, az, hogy segítik, ugye, hogy minél többen, minél jobban kezdjék el az öntözést. Hát nyilván ugye ez nagyon-nagyon pénz kérdése. Erre szoktam azt mondani, hogyha jó évet zárunk, akkor tudunk fejleszteni, ha nem, akkor örül az ember, hogyha életbe tud maradni. A vármegyének melyik az a része, ami leginkább kevés vízzel van ellátva, tehát ahol még nagyon kellene az öntözés? Hát valószínűleg jött a Belegi rész, mert itt azért ugye a Tiszából, ugye aki ott azon a környéke van, ottan elég tűrhető jobban van, akkor inkább így fogalmazok, tehát Gáva, Vencselő, Tímár, ez a környék ott még úgy, ahogy a Tiszából tud, de ahol tényleg nincsen folyóvíz, meg minden ott tényleg aztán katasztrofálisan nehéz a helyzet. Bár most tettek intézkedéseket ott Balkány környékén is, ha jól hallottam, hogy aztán ebből mi lesz, hogy azt nem tudom, hogy milyen módon halad, mert ugye az tőlem messze van, de reméljük, hogy rövid időn belül már ezt is meg fogjuk tudni. Ja, azért is mondom mindezt, mert az állami információ, legalábbis a minisztériumtól jövő információ viszonylag gyorsan eljuthat önhöz, hiszen gyakori vendég önöknél a Gyűl Altanyán a agrárminiszter is, Nagy István is, és hamarosan most jövő héten ismét látogatást tesz önöknél. Mi lesz pontosan jövő héten? Igen, 22-én, tehát július 22-én csütörtökön lesz egy burgonya bemutató, ami már ez jubileumi, mint 35. alkalomkor kerül megrendezésre, amelynek a fővédnöke dr. Nagy István miniszter úr, és aki személyesen megtiszteli a tanácskozást, meg fog jelenni, hozzászól, beszédet fog tartani, illetve Jakab István, a Magosz elnöke is lejön, ezen kívül az OBTT termék tanácselnöke, a Nébiktől az igazgató, tehát elég neves színvonalú emberek előadásai lesz, illetve a terményeknek a input anyagokat, különböző cégek, akik lomtrágya, műtrágyával, azok is jelen lesznek. Tehát erre érdemes a gazdálkodóknak elmenni, mert olyan információkhoz juthatnak, amelyeket úgy a netről nehéz összegyűjteni. Igen, tehát az előadás után a végén szokott lenni mindig egy ilyen hozzászólás, kérdez feleletek, és tényleg ott a minisztert, a Jakab Istvánt, a többieket, tehát mindenkit kéz a kéz, szemtől szembe lehet megkérdezni, és ők válaszolnak majd a kérdésre, mint ahogy az előző években is volt rá példa. Mekkora az érdeklődése erre? Gondolom, itt elsősorban olyanok embereket várnak, meg cégeket, amelyek ezzel foglalkoznak. Hát igen, az elmúlt évek tapasztalat alapján egy olyan 350 fő szokott általában részt venni, tehát nyilván ugye a legkisebb szegmens, tehát a legkisebb ültetési felület a burgonyán van, de ugye akiknek burgonyája van, annak gazdáknak, mindegyiknek van kukorica, napraforgó, töm kultúra, és most van egy olyan, hogy nálam van ugye nagyon sok mezőparcellás, illetve kis parcellás kísérlet, és ezeket, hogy körbe tudjuk járni, egy ilyen lófogatos körbejárás szerveztünk, ahol lófogattal körbejárjuk a területet. Tehát nem lovon fogunk ülni, hanem utána lévő pusztakocsi, illetve a többi ilyen alkalmatosságon egyszerűen 20-30 embert fogunk tudni körbevinni. És említette az, hogy korábban készültünk a beszélgetésre, hogy a gazdák is versenyezhetnek. Ez egy olyan különleges alkalom, ahol totó is lesz, tehát ilyen kivitt tud. Szerintem, tehát hogy ott meg őket is meg lehet kérdezni. Igen, a gazdákat, illetve a cégeknek is csináltunk egy 13+1-es lotót, amin nagyon jó kérdések vannak, tehát vannak lájtosabb, könnyebb kérdések, illetve nehezek, és még annyit akarok mondani, hogy a bemutató után mindenkit egy ebéddel megvendégelünk, illetve állandóan pogácsa, üdítő, ásványvíz, kávé, stb. Akkor utána egy ebéd, és akkor az ebéd után, hogyha bejövünk majd, illetve nem ebéd előtt terület szétni, körbe járás, és akkor ebéd előtt lesz 14-től egy szalsza bemutató a Turmix tánciskolától, utána lesz ez a Totónak az értékelése, az egy
Fesztivál Katlan hajó vacsora egyel lesz együtt, akik felajánlottak. Igen, két fő részére, illetve lesz egy két nyugdíjas búcsúztató a HZPC, a Bácsgazdakúp, és akkor a tombolána pedig a fődíj, az Hotel Auron Wellness hétvége Hajdúszoboszló. Na hát akkor jó tanácskozást kívánok, és köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta, és abban bízok, hogy az idei valóban sokkal jobb lesz mezőgazdasági szempontból is, mint amilyen a tavalyi volt. Köszönöm, hogy velünk vendégünk volt. Én is köszönöm, és remélem, hogy új lesz, és köszönöm a lehetőséget. Szeptembertől vehetik birtokba Mária Pócs új bölcsődéjét a helyi kisgyermekek. A Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában lévő intézmény épületét csaknem 500 millió forintos Európai Uniós forrásból alakítják ki. Ezen kívül is több fejlesztés valósul meg a nyár folyamán Mária Pócson. Kiszélesítik a Nyírgyulal felé vezető összekötő utat, rövidesen pedig a Kálósemjén felé vezető kerékpárút építése is megkezdődik. Mindkét irányban nagy az autós forgalom Mária Pócs és Kálósemjén között. Gyakran van ez így, emiatt biciklizni is nagyon veszélyes ezen az útvonalon. Hamarosan megoldódik ez a probléma, a szomszédos településig ugyanis kerékpárút fog épülni, a tervezés az utolsó fázisában jár. Ez pedig a napközben lezárás alatt lévő Nyírgyulaj felé vezető összekötő út. A nagyjából 3 kilométer hosszúságú szakaszt ezekben a hetekben szélesítik 4 méterről 5,5 méterre. Erre a beruházásra vidékfejlesztési pályázaton nyert forrást Mária Pócs önkormányzata. Ami nagyon fontos mindig Mária Pócs életében, hogy az ide érkező utak, kerékpárutak, utak rendben legyenek. Ezzel kapcsolatban is van két jó hír. Egyik a Nyírgyulaj felé tartó összekötő út meg lesz szélesítve 1,5 méterrel. Ennek minden nap ki szoktam menni, ennek a valószínű, hogy szeptemberre ez kész is van, átadással együtt, illetve a tervezésnek a végső stádiumában van a Kálósemjén Mária Pócsa összekötő kerékpárútnak a tervezése. Ez is, ahogy a tervezés megvan, közbeszerzés, ez is indul, ez is meg lesz. Ennek az útnak a lényege, hogy igencsak nagy a forgalom most már Nyírgyulaj felé, hisz az ipari parkra rengeteg Mária Pócsi buszok is ott közlekednek, ott egy 4 méteres út van, ami ugye mindenki vezet, nem kell mondani, mennyire balesetveszélyes. Tehát, hogyha egyik autós nem szorul le, akkor a tükröt simán leviszik, tehát ez 1,5 méterre lesz szélesítve. Igaz, hogy nem lesz rá kerékpár sáv festve, vagy nem lesz mellette, de kerékpározásra is alkalmas. Tehát egy 4 méteres út, vagy egy 5,5 méteres, az nagyon jó. A kerékpározást azért sem említem ennél az útnál is, mert Mária Pócsot, hál' Istennek, most már azért nagyon sok felé meg lehet közelíteni kerékpárúttal. Ennek a következő lépése lesz, hogy a tervezett Nagykáló-Nyírbátori kerékpárútnak ugye megvan az a szakasza, ami a Nagykáló-Kálósemjén, meg lesz ezzel a beruházással, aminek a tervezésénél vagyunk most a Kálósemjén Mária Pócs, megvan a beltöleti szakasz, megvan a Nyírbátor-Debrecent összekötő út, tehát Nyírbagát felé a kerékpárút, amit tavaly adtunk át. Tehát a kerékpározás az most már kocogás, hál' Istennek nagyon sokan űzik ezt a szabadidős sportot, tevékenységet, erre nagyon szükség van. Jelentősen átalakul Mária Pócs központja is az idei nyáron. Folyamatos a munka az óvoda és az általános iskola között, ahol egy konyhát és egy ebédlőt alakítanak ki a következő hónapokban. Ezzel nem csak a két már régóta meglévő intézmény gyermekeinek étkeztetése lesz hatékonyabb, hanem a szintén a közelben épülő bölcsődések számára is itt készül majd az étel. Szintén a város központban egy szolgálati lakást építünk most. Annak egy olyan elképzelés van, hogy 3 kis lakó részt alakítunk ki, és 3 rászorult kis családot tudunk ellátni, vagy párokat, ha az élet úgy hozza. Illetve a hivatallal szemben már látszik a toronydarozás, egy 300-ados bölcsöde konyha lesz, ami szintén nagyon, nagyon fontos a település életében és a gyerekek életében. Mert eddig körülbelül 3 órába tartotta, még az iskola és az óvodai gyerekek meg tudtak ebédelni. Nem volt hely. Most itt le tudnak ülni, és pikpak le tud menni az ebédeltetés. Illetve egyetlen egy épületünk volt, amit nem tudtunk felújítani, most úgy néz ki, hogy az is sikerült. A sportöltözőnél lesz egy teljes átalakítás, tetőcsere,
épületeknek a teljes körű átalakítása, felújítása, ott egy szociális jellegű kiszolgáló épület kerül kialakításra. A bárka formát öltő bölcsőde kialakítása egyébként már az utolsó fázisában jár, az új intézményt szeptembertől vehetik birtokba Mária Pócs legkisebbjei. Mindig beruházás fontos, tehát nem is akarok tenni sorrendet. A városközpontban a görögkatolikus egyházmegye épít bölcsödét, ami mérföldkő lesz Mária Pócs életébe. Ennek az átadása, illetve a úgymond belakása, tehát a gyerekekkel való feltöltése, illetve a oktatás az ősszel fog beindulni. Picit csúszás van az épületnél, de ősszel mindenféleképpen szeretnék, hogy beinduljon. Mária Pócs új bölcsődéjét csak nem 500 millió forintos Európai Uniós forrásból valósítják meg. Júliustól a MOL Muhu is belépett a hulladékgazdálkodás országos rendszerébe. Mit jelent ez az ügyfelek szempontjából? Vendégem Éberhard Gábor, az Észak-Alföldi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm meghívást. Már korábban beszéltünk, talán már a múlt évben is, de ez év elején biztosan, hogy lesz majd július 1-től valami változás. Megtörtént ez a változás. Először is átlag magánszemélyként kell, hogy észrevegyek valami változást, vagy az a jó, ha nem veszek észre semmit? Én úgy gondolom, hogy átlag emberként nem kell, hogy változást vegyen észre, sőt, ez határozott cél is volt, hogy ez a változás úgy menjen végbe, hogy a közszolgáltatás, illetve a szolgáltatás minőségében változás ne történjen. Tehát ebbe az évbe minden bizonnyal az eddigi menetrend és szolgáltatási színvonal szerint fogunk haladni a hulladékszállítás területén. Tehát én szerződésben továbbra is mondjuk az éjakkal fogok állni, és nem az új cég. Így van, tehát továbbra is. Csak ezt a szót használom, hogy közszolgáltató, tehát a közszolgáltató teljes Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén a társaságunk. Mi végezzük a szolgáltatást, a mi autóink mennek ki reggel, a mi embereink szedik össze. A számlázásban biztosan lesz változás, azt ha követik az ügyfelek, akkor látják, hogy ugye 16 előtt a EAK küldte ki a számlákat, 2016-tól az EHKV számlázott neki, most pedig majd legelőször a harmadik negyedéves számlát már a MOHU-MOL fogja számukra kiküldeni, és ott szépen meg lesz adva, hogy mire kell majd ügyelni. De még egyszer mondom, az a harmadik negyedévet követően kibocsátott számlára vonatkozik, mert ügyfeleink ugye most meg fogják kapni a második negyedéves számlát egy-két héten belül, de ott még semmi változás nem lesz, nem kell, hogy új bankszámla számot nézzenek, semmit nem kell ott még tenni. Ja, az első gondolat az embernek, hogy jó, és akkor drágább lesz, vagy olcsóbb lesz, lehet-e ezt már tudni? Ebben az évben a szolgáltatás díja mindenképpen változatlan lesz. Tehát ezt jogszabály, törvény rögzíti, hogy ez a 10% rezsicsökkentés alá esett 12-13 óta. Jelenleg a díjfizetésben biztosan nem lesz változás a lakosság esetében. Ugye, ha már fölkínálta a magas labdát, akkor most nézzük, mintha valaki céget vezet, vagy céget irányít, vállalkozása van, akkor ott milyen változásokra kellett fölkészülnie. Nagyon sokan mondták, hogy valami regisztrációt kell. Így mit van. Kell pontosan? Az első lépés ez, hogy ennek a MOL MOHU-nak a honlapján, a mohu.hu, regisztrálnia kell a vállalkozását, ott a szükséges adatokat, tehát a cég szerinti adatokat meg kell adnia, illetve azt is meg kell adnia, hogy milyen hulladékokat termel. Amennyiben ez rendszeres járattal gyűjthető, akkor ugyanígy a rendszeres járatunk, ahogy eddig begyűjtötte, meg fog történni a gyűjtés, de amennyiben eseti szállításra van igénye, ott direktben, jelen pillanatban még nem működik teljes 100%-osan a rendszer, de ott direktben nem is minket kell keresni egy eseti szállítással, hanem már a MOL MOHU-t, és a partnerportáli regisztráción kell leadnia neki a rendelést, és onnan jut el majd hozzánk az ő rendelése, a konténer rendelése. Még egyszer mondom, ez vállalkozások esetében van így. Magánszemélyek ugyanúgy vehetik igénybe akár a rendszeres gyűjtőjárati szolgáltatást, akár a konténerest, ahogy eddigiek folyamán. Minden esetben a vállalkozásnak kötelezettsége ez a regisztrációt, ez kötelező elvégezni mindenkinek? Attól függően, hogyha mondjuk, mit tudom én, egy irodai munkát végez, tehát abszolút nem termel úgy.
elméletileg erre azt mondanám, hogy aki már jelenleg is rendelkezett hulladék közszolgáltatási szerződéssel, vagy legalábbis számlát kapott, az azt jelenti, hogy rendelkezik szerződéssel, annak igen kötelező regisztrálni az új rendszerben, sőt további vállalkozásoknak is, hogy még pontosan kinek és milyen jellemzők alapján, ezt majd a MOL gondolom a folyamatos kommunikációjában tisztázza. Érzékelem, hogy ez nem az önök kompetenciája, nem a másik cégé, de azért most, nem haragszik, akkor csak öntől tudom megkérdezni, hogy mondják cég azt, hogy ugye de magánszemélyként tud a cégben is regisztrálni, tehát meg kell adni egy nevet, meg kell adni egy telefonszámot. Volt, aki azt mondta, hogy azt csodálta, hogy vonalas nem tud megadni, csak mobilt. Ezek részletkérdések, vagy ezek nem az éjjelre tartozó dolgok? Egyrészt nem sok ráhatásunk van a MOL regisztrációja és MOHU regisztrációja és honlapjára. Én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb a valósághoz igazítják majd az ilyen kisebb-nagyobb anomáliákat. Magánszemélyként ugye azért kell, mert az egy dolog, hogy egy cég regisztrálva van, de mindenképpen kell valaki, hogy ki az, aki jogszerűen eljárhat a cég nevében. Tehát azért kell a magánszemélynek is úgymond regisztrálja az adott cég alatt, aki azzal a céggel kapcsolatos ügyeket intézheti a továbbiak folyamán. Olyan hírek is terjednek az interneten, ezek egy része biztos nem igaz, vagy nem tudom, általában itt szokott lenni, csak fél igazságok vannak benne, hogy változnak mondjuk azoknak a termékeknek a felvásárlási árai, amelyekért eddig mondjuk fizetett a hulladékgazdálkodó. Jó. Vegyük ezt külön. Mi, akik közszolgáltatást végeztünk, mi sosem vásároltunk fel terméket, tehát mi nem fizettünk. Akik felvásároltak ilyen, nevezzük mélytelepnek vagy hasonlóaknak, ott valóban bekövetkezhet ilyen, hogy változnak az árak. Erre megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy mi eddig sem foglalkoztunk ilyennel, ezután sem fogunk, tehát ebbe nem igazán tudok naprakész információval szolgálni. Amivel tudok, ugye lakosságról van szó, lakosságnál keletkező hulladék, Nyíregyházán két hulladékudvart, illetve Mátészalkán is működtetünk egy hulladékudvart. Ide a lakosság minden megkötés nélkül a továbbiak folyamán is ingyen leadhatja a szelektíven gyűjtött hulladékait. Tehát építési hulladékot, műanyag hulladékot, papír hulladékot, lom hulladékot ezeken a telephelyeken ingyenesen átveszünk. Kismértékben nőtt a társaságunk részéről az adminisztráció, tehát lehet, hogy kicsit hosszadalmasabb lesz a hulladék átadása, mérése, stb., de eddig semmi jelentősebb fennakadás nem volt, és én úgy gondolom, hogy a jövőben sem lesz a hulladékudvarokban fennakadás ebből kifolyólag. Szó volt arról, hogy esetleg a jövő januártól van rá terv, hogy a betétdíjas üvegvisszaváltás rendszere visszatér. Erre van-e már valami közelebbi információ? Erre konkrétan jogszabály van, hogy ezt január 1-től be kell vezetni. Ennek is a gazdája a MOL MOHU lesz, hogy hogyan és milyen feltételekkel, ezt megint csak ő tudja megmondani. Ezzel a 35 éves koncesszióval most egy elég jelentős változás indult el a hulladékgazdálkodásba. Ugye valamilyen szinten változik a közszolgáltatás, bár ahogy elmondtam, a lakosság számára talán ez a legkevésbé érzékelhető. Bevezetésre kerül egy új gyártói felelősségi rendszer, EPR-nek rövidítik, tehát olyasmi, mint a termékdíj, illetve bevezetésre kerül majd a betétdíjas rendszer. Ez elég jelentősen át fogja rendezni egyrészt a hulladékgazdálkodási piacot, másrészt azt a hulladék mennyiséget is, ami a különböző csatornákon áramlik majd ezt követően. A cél az, hogy jobban hasznosuljon, nagyobb százalékban hasznosuljon a begyűjtött hulladék? Ugye a kitűzött cél mindenképp az, hogy vannak olyan Európai Uniós Magyarország által is elfogadott és alkalmazni kívánt jogszabályok, amik a újrahasznosítás százalékos arányának a növelését célozzák meg. Például 2035-re 55%-ra kell emelni az újrahasznosítás mértékét a keletkező hulladékok esetében. Én azt tudom mondani, hogy jelenleg itt a megyében ez a mi szolgáltatási területünkön körülbelül olyan 20% lehet. Tehát van még hova fejlődni, ezért is bátorítunk mindenkit arra, hogy minél nagyobb mértékben használja a kék-sárga hulladékgyűjtőedényt, és abba csomagolási szelektív hulladékot helyezzen el. Ha már nyár, nem akarok ünneprontó lenni, de hamarosan itt lesz a szeptember, és mi hagyományosan önök segítenek azoknak a családoknak, amely családoknak ugye nehezen vagy nagy anyagi teherrel indulna a tanév. Lesz-e idén is ilyen
iskolatáskára vonatkozó igen, már, akció. Igen, már folyamatban is van ez a ne dobd el a ne dobd ki az iskolatáskát című kampányunk, ami azt jelenti, hogy cégünk összegyűjti azokat a felajánlásokat, azokat a használható, jó állapotú iskolatáskákat, amelyeket már valaki megunt, vagy nem tetszik neki, de még más számára, más gyerek számára az hasznos lehet. Tavalyi év folyamán 140 körüli volt az a, az a iskolatáska, amit így begyűjtöttünk. Tavaly itt Nyíregyházán találtunk neki megfelelő gazdákat, hogy így fogalmazzak, idén még nincs meg, hogy kinek fogjuk továbbadni ezeket a begyűjtött iskolatáskákat. Az iskolatáskák azok a hulladékudvarainkban, Nyíregyházán a két hulladékudvarunkon adhatóak le díjmentesen, és várjuk is, hogy minél több ilyet gyűjthessünk össze. Iskolatáskák mellett egyéb iskolaszereket is, tornazsák, tolltartó, esetleg füzet, ilyesmikre gondoltunk. Ha már a szelektív hulladék szóba került, akkor májusban nem volt szelektív szombat, lesz-e idén? Igen, ebben az évben nem a májusi városnapok keretében, hanem önállóan kerül megrendezésre szeptemberben a szelektív szombat. Iskola kezdést követően bízunk benne, hogy szeptember 3. hétvégén még jó idő lesz, és akkor fogjuk megrendezni a szelektív szombatot. Idén is várjuk majd a családok részvételét, játékos, vidám vetélkedőkkel, de ugyanakkor én bízom benne, hogy hasznos tudást is átadva igyekszünk megszervezni ezt a napot. Igazgató, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Köszönöm a lehetőséget. Eddig tartott ma az 35 perc. Legközelebb szerdán várjuk majd önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!